Folytassuk Istenünk áldását azzal, hogy az ő igéjét magasztaljuk föl, vegyük a kezünkbe, olvassuk Ézsaiás könyvének a 40. részéből az első 11 verset, majd a 15. verset, és a végén a 27. verstől a 31. versig tartó szakaszt. Álljunk föl, és így kövessük, kísérjük, olvassuk Istenünk igéjét Ézsaiás könyvének 40. részéből. Az első 11 verset, majd a 15. verset, és a végén a 27. verstől a rész végéig a 31. Az ige olvasása után Lados Bence testvéremet kérem majd, hogy imádkozzon az ige áldásáért. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért. Egy hang kiállt: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mond Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor. Úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. 15. vers. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. A szigetek egy homokszemnek számítanak. És végül a 27. verstől. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Imádkozzunk. Amen. Foglaljunk helyet. Rémisztő vagy bátorító? Mármint az élet. Mikor rémisztő, és mikor olyan reményteljes és bátorító? Mitől függ, hogy az életünk egyes szakaszai, napjai, percei rémisztően hatnak ránk, vagy éppen ellenkezőleg bátorítóan? Olvassuk a híreket a számítógépünkön, vagy éppen hallgatjuk a rádióban, nézzük a televízióban, és hát nagyon könnyű beengedni a rémületet a szívünkbe. Nem nehéz megtenni azt, hogy elkezdjünk aggódni, hogy mi lesz, ha az a sok menekült itt lesz Magyarországon. Nem lehéz aggódni az ügyben, hogy mi lesz velünk majd, ha ennyire gonosz világban élünk, ennyi gyilkosságról,
gonosz dologról hallunk. Mi lesz akkor, ha ez elég könnyen úrá lesz rajtunk? Hogy a rémületet beengedjük a szívünkbe, a lelkünkbe, és már is keserűség, neheztelés, problémák tömege lesz ott az életünkbe. Mitől függ azt, hogy rémisztőnek látjuk a jövőnket, a következő hetünket, ami előttünk áll, vagy bátran, reményteljesen lépünk elé? Legtöbbször úgy érezzük, és úgy is gondoljuk, igen, a körülményektől függ minden. Hogy éppen süt a nap, vagy esik az eső. De hát mégis ez sem ugyanaz. Gondoljunk csak Pali bácsi imádságára. Ő azért imádkozik, hogy essen az eső. Mert kell a növényeknek az eső. És ha nem esik, akkor nem lesz termés, és az rossz az országnak. Aki éppen nyaralni megy, az napért imádkozik, mert hát azért vette ki azt a hetet, vagy az egész évben dolgozott, hogy a családjával akár elmenjen nyaralni, és szeretné, ha sütne a nap. Ugyanaz a körülmény, az, aki éppen nyaral, és nem tud kimenni a strandra, annak elég elkeserítő tud lenni. Aki azért imádkozott, hogy végre essen az eső, annak egy áldás lesz, egy reményteljes jövő. Ugyanaz a körülmény. Hányszor van ez így? Azt gondoljuk, hogy a körülményektől függ a boldogságunk és a boldogulásunk. Másoktól, mások hozzáállásán, vagy éppen a családban, a munkahelyi nehézségeken vagy problémákon. Ha nincs probléma, akkor talán jobb az idő, a lelki időjárásunk, boldogabbak vagyunk. Ha nem indult a kocsi, összevesztek a munkatársaink, és ebbe belekerültünk mi is. Olyan kihívás elé állunk, hogy egy napunk van arra, amit egy hét alatt kellene megoldanunk, vagy éppen ami a legrosszabb, rossz hírt hallunk a családtagunkról, beteg lett, kórházba került, vagy éppen saját magunk életében fedeztük föl, hogy valami olyan van a testünkben, ami eddig nem volt, fáj és kilódunk vele. Mitől lesz rémisztő az életünk, vagy éppen bátorító? Mitől lesz reményteljes a jövőnk? Ez nem a mi kérdésünk. Ez amióta Isten megteremtett bennünket emberként, mindig kérdés lesz. Mitől lesz reményteljes a következő heted, vagy éppen mitől lesz elkeserítő? Tényleg a körülményeitől és a körülményeinktől függ? Tényleg hivatkozhatunk másokra, hogy miért vagyunk szomorúak, miért vagyunk elkeseredettek, miért félünk, és aztán sorolhatjuk a külső problémákat, amelyek azzá tettek bennünket. Egyébként valóságosan, mert a hírek tényleg elrémiszthetnek. De a mi Istenünknek volt egy egészen más terve velünk. Valami, ami nem arról szólt, hogy a körülményektől függjön az életem, az életünk, az érzéseink és a boldogságunk, hanem lehessen egy ettől független erőforrás. Olyan, ami nem a körülményekből táplálkozik, nem a jó vagy a rossz időből, nem attól, hogy teljesülnek a vágyaink vagy sem, hogy éppen békesség vagy háborúság van, nem attól függ, hogy egészségesek vagyunk vagy betegek. Erről szól a hit, és erről szól az Istenbe vetett reménység. Itt van egy csodálatos virágkompozíció mellettem, olyan, amire azt mondom, hogy gyönyörű is, ékesíti ezt a napot, ezt az ünnepet is. Hát ebben sok munka volt. Nem csak az, hogy ezt elkészítsék, hanem azt is, hogy ezt megtermeljék, hogy eljusson idáig, és hogy gyönyörködni tudjunk benne. Hány napig fog ez így lenni? Talán egy vagy kettő. Mert elhervadnak, elfonnyadnak. Egy-két napra szól az az öröm, az az örömforrás is, hogy láthatjuk és gyönyörködünk benne. És itt van mellette pár méterre az Isten igéje. Sokkal egyszerűbb, nem olyan szép, legalábbis kívülről. Nem olyan látványos, és talán nem is úgy gyönyörködhetünk benne, mint ebbe a virágcsokorba. De mégis ez az, ami megmaradt most már több ezer éven keresztül. Azóta jó pár százezer virágcsokor elhervadt. Jó pár százezer örömforrás semmivé lett.
de ez megmaradt. Ez az, ami ma is a lelkünket táplálni tudja. Ez az, ami olyan erőforrás, ami nem a körülményektől függ, nem attól, hogy mit látunk, vagy mit tapasztalunk, hanem attól, hogy van Istenünk a mennybe. Ézsaiásnak az volt a feladata, nagyon nehéz feladat, hogy a nehézségbe, fogságba jutott embereknek, akik mindenüket elvesztették, új életet kellett volna kezdeni, nem hogy csak gazdasági bevándorlók voltak, akik elmentek, hogy jobb életük legyen, hanem elvesztettek mindenüket, és fogságba kellett menniük. Nem voltak ugyanabban a helyzetben, mint előtte, ahol szabadon élhettek. Nulláról kellett mindent kezdeni, ráadásul úgy, hogy egy lenézett helyzetbe kellett ezt egész életükben megtenni. Neki kellett vigasztalást hirdetni. Azt mondani, hogy nem attól függ a boldogságod, a reménységed, hogy most hol vagy. Fogságba, szenvedésbe és nehézségekbe. Hanem attól, hogy van-e még hited. Van-e még Istened? Föl tudsz-e még nézni fölfele? Vagy csak magadra, meg a problémáidra, nehézségeidre, meg panaszkodás áradatába tudsz-e gondolkodni? Mit mond a legvégén Ézsaiás ebben a részben? Ebben a vigasztalásban, ebben a profétai szóba? Azt mondja, nincs olyan, aki ne fáradna el. Nem lesz olyan, hogy valaki olyan erős, hogy ő soha nem botlik el, nem lankad el, ő mindig tud a saját erejéből megújulni. Még a legkiválóbbak is megbotlanak, nem csak mi. De van egy reménység. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kellnek mind a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak. Amiről énekelni, futni, futni könnyedén. Miközben mások szenvednek körülöttünk. Nem bírnak az élet súlyával, mert maguk akarják elhordani. De hogy lehet futni könnyedén? Úgyhogy edzett vagy, úgyhogy valahonnan van energiád, és nem kell súlyokat cipelned. Erre hívott el az Úr. Erőt ad a megfáradtnak. Hogy is? Azt mondja, hogy Jézus, jöjjetek mindannyian én hozzám. Akik megvagytok fáradva, levagytok terhelve, akiknek rémisztő az élete, és nem láttok reményt a jövő héten, vagy a következő időszakban. Annyi nehézség jött közbe. Szóval jöjjetek én hozzám mindannyian, és kezdjetek el tőlem tanulni. Nálam megtaláljátok ezt a biztonságot, a reménységet. Ez a mennyei erőforrás. És hogy mennyire lehet másképpen látni az életet, a Bibliában nagyon sok példa van erre, egyet szeretnék elétek hozni, amit azt hiszem sokan ismernek. Már gyermekkoruk óta, akik foglalkoztak Isten igével, van egy érdekes történet. Isten népe a pusztában vándorol, és Isten előkészíti számukra azt, hogy az ígéret földjére, amelyet úgy mondanak, hogy tejjel, mézzel folyó föld, tehát ahol legelnek az állatok, tejet adnak, és vannak virágok, olyan növények, amelyekben a méhek mézet tudnak gyűjteni, és tejjel, mézzel folyó föld lehet, szemben a pusztasággal, ahol csak kövek vannak, és néhány liget vagy pálmafa a források körül, vagy éppen Egyiptom, ahol öntözni kellett a földet ahhoz, hogy teremjen. Ez a föld tejjel és mézzel folyó volt. Voltak legelői, és tele volt virággal. És eljutottak ennek a határához, és Mózes kémeket küldött ki minden törzsből egy vezető embert, hogy nézzék meg ezt a földet. Ezek az érett, felnőtt férfiak elmentek együtt, és azt tapasztalták, hogy amikor eljutottak oda, lemetszettek ott egy szőlőveszőt, egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon, szedtek gránátalmát és fügét is. Megtapasztalták, hogy ez egy fantasztikusan jó termő terület, termővidék. Aztán visszajöttek, és el is mondják, amikor visszamentek, beszámoltak nekik az egész közösség előtt, megmutatták nekik a föld gyümölcsét is, elbeszélték, hogy tényleg tejjel és mézzel folyó föld az,
és bemutatták a gyümölcsét. És azt mondták, hogy igen, ez a körülmény. Ez az, amit mindenki látott, mind a 12-en ezt látták. Sőt, be is mutatták azt, hogy mit tapasztaltak. Ott volt az a szöllőfürt, amit együtt vittek, ott volt a gránátalma, ott volt mindaz, amit szedhettek, fügét is. De nem ez volt a kérdés, az, hogy ebből milyen következtetés vonnak le. És 10-2 arányban egészen másra jutottak. Egészen másra. Ugyanazt látták, ugyanabban a helyzetben voltak, ugyanakkor éltek, és mégis Isten népe közül 10-2 arányban más-mást gondolt erről. 10 azt mondták utána, hogy igen, ez igaz, de ez a föld olyan, és rossz hírét terjesztették, amelyet kikémleltek, amelyet bejártunk és kikémeltük, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyanoknak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. 10 így látták, hogy nekünk semmi keresni valónk ott. Mi nekünk semmi esélyünk nincs arra, hogy ott legyünk. A föld megemészti a lakosait, meg óriások élnek ott, meg egyébként is mi csak betolakodók vagyunk. És az egész nép nekik hitt. Azt mondták, hogy forduljunk vissza Egyiptomba. Így nem érdemes. Pedig ott voltak, látták a szőlőfürtöt. Látták a gyümölcsöket. Láttak mindent, és mégis el tudtak keseredni a szívükbe. Mégis rémisztőnek érezték a jövőt. És Káleb és Józsué ketten pedig egészen másképp beszéltek erről. Nagyon nehéz volt, majdnem meg akarták kövezni őket emiatt. Pedig ők semmi mást nem tettek, mint hogy ugyanabból, amit láttak, mást vontak le. Más következtetést. Azt mondják, csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Miért látták másképp? Ketten. Mert Istenen keresztül látták a körülményüket. Nem abban bíztak, hogy mennyire képesek, hanem azt mondják, hogy tőlük eltávozott az oltalmuk, de az Úr velünk van. És ebből kapták azt a bátorítást, hogy ilyent mondjanak, hogy azt mondják, megesszük őket. Simán legyőzzük őket. Míg a többiek azt mondták, mi vagyunk a sáskák, betolakodók, simán eltipornak, ránk lépnek, és semmivé leszünk. Ugyanazt látni, és ennyire különbözőképpen átélni, akkor, hogyha van hitem az Úrban, és ha nincs, mind a ketten, vagy mind a két csoport Isten népéhez tartozott. Tehát nem hitetlenekről beszélünk, meg hívőkről, hanem az Isten népek között, akik az Istenbenhez tartoztak, azok között volt ez a különbség, hogy hogy látták ugyanazt a körülményt, ugyanazt a napot, ugyanazt a kihívást. Ha bíztak valóban az Úrban, vagy csak a maguk erejére támaszkodtak. Ha Istenbe vetett bizalomban kezdtek el gondolkodni, akkor reménység töltött el őket. Érdemes elindulni. Érdemes az Isten útját járni, és érdemes az ő akarata szerint elindulni. Ha nem, akkor rémület került a szívükbe. Ma sincs ez másképp. Isten népe között sem. Ugyanabban a társadalomban élünk. Ugyanazokkal az árakkal kell megküzdenünk, és ugyanannyiért fogják nekünk is odaadni mindegyikünknek a boltba mindazt az árut, amiért bemegyünk. Ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe. Ugyanazok a kihívások állnak előttünk. De ez nem a körülménytől függ, hogy te reményteljesnek vagy rémisztőnek fogod látni a jövő hetet, hanem attól, hogy milyen a bizalmad a te Istenedbe. Mennyire mersz rátámaszkodni, mennyire hiszed el azt, hogy ő veled van. Mit mond Ézsaiás, amikor ezek a kétségek ott voltak? Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem az Isten elé. Hívő emberként eljuthatok oda azt, hogy Isten talán nem is foglalkozik velem. Olyan nagy ez a világ,
a népek, mit olvastunk, olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörbe. Annyit érnek, mint egy porszám a mérleg serpetyőn. Ha népek ennyi, akkor mi vagyok én? Ki vagyok én? Ott vagyok talán, ahol az Isten sem figyel rám. Elfelejtem azt, amire bíztat itt az Isten igéje. Hát nem tudod, nem emlékszel, amikor az Isten megszólított, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Azok a problémák, amelyek számodra olyan szörnyűek, a betegség, a nehézség, pénzügyi gondok, munkanélküliség, vagy éppen a gyermekek fölnevelése, azok hatalmas hegynek tűnnek előttünk. És azoknak is érezzük. Meg kell mászni, de nem tudom megmászni, Uram. Az Isten előtt egy porszem. De hát hol vagyok akkor én? Mi ebbe a biztató, amit elmond Ézsaiás? Amit az Úr szívéből üzen? Mint pásztor úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat. Lehet, hogy a népek cseppek előtte, egy porszem. Mégis veled úgy foglalkozik egyedileg, mint pásztor a nyájával, karjára gyűjt, azt mondja, kezébe vesz téged személyesen. Úgy tud átvinni a nehézségeken. Nem úgy, hogy ne tapasztald őket meg, hanem hogy vele együtt éld át őket. Hihetetlen dolog. Amikor ez a szívedben megerősödik, ez a bizalom az Isten felé, akkor élheted át azt, hogy a nehézségek között is reménység költözik a szívedbe. Két út van csak. Az önzés útja és az Isten útja. Nincs más út. Itt nincs sok út. Vagy magamban bízok, önző leszek, és a saját erőmre támaszkodok, vagy bízok az Istenbe. Másképp ezt Jézus úgy mondja, hogy két út van. Vagy az Istenbe bízok, vagy a mammonba. Tehát ez jelenti a pénzt is, a hatalmat is, de a képességeimet is természetesen. Hogyan tudom ezt felismerni? Mint egy hőmérőn látni azt, hogy én hol is tartok ezekben. Amikor várok valamire, hogy boldog legyek, várok a szabadságra majd, várok a nyugdíjra, várok arra, hogy majd a gyerekeim fölnőjenek, várok arra, hogy előléptessenek a munkahelyemen, hogy több fizetésem legyen, várok arra, hogy egy normálisabb kocsit tudjak venni, várok arra, hogy végre a házamat fel tudjam újítani, akkor várok arra, hogy boldogabb lehessek. Ha majd ez megtörténik, akkor jó lesz. És aztán mindig várok valamire, egy újabb és egy újabb dologra. Ez egy fokmérője annak, amikor látom, hogy leveszem az Istenről a szememet, és úgy gondolom, hogy valami külső dolog, valami, amit megvehetek, elkészíthetek, elérhetek, az fog majd boldogságot adni. Ez a bálványgyártás. És ez lehet az életemben nagyon sokféle. Lehet a saját életemre nézve, lehet másokra is. Amikor bosszant, fáraszt, kiakaszt azt, hogy és rossz lesz a hangulatom mások hibája miatt, mások bűne miatt. Bemegyek a munkahelyemre, és már csóválom a fejemet, mert látom, hogy a munkatársam megint hogy áll hozzá a munkához. És teljesen elveszi a jó kedvemet. Amikor bosszant az, hogy a családomba, a feleségem mit csinált meg, vagy miért nem csinálta meg, amikor ugyanúgy a gyermekeimmel kapcsolatban, és az egész napomra, vagy éppen óráimra ráül ez. Amikor másokat hibáztatok azért, hogy nekem rossz a kedvem. És jogosnak is tartom teljesen. Bejövök a gyülekezetbe, és észreveszem a másikon ezt, vagy azt, és amazt. Oda se tudok figyelni az Isten szavára, az Isten igére, csak az bosszant éppen, hogy miért nem úgy van, ahogyan én elképzeltem. Ez az önzés útja. Amikor megpróbálok minél szebbnek, jobbnak látszani, amikor nagyon fontos a számomra, hogy ki gondol rólam, ki mit vél, és el is képzelem ezt, és már ettől rettegek bizonyos helyzetekben, hogy majd mit fognak szólni.
ez az önzés útja. Nem ezt szoktuk mondani, de ez az önzés útja. Ez az, ami teljesen rémisztővé teheti az életemet. Állandó megfelelési kényszerbe, állandóan próbálom mentegetni magamat, meg másokra fogni azt, hogy miért nehéz, és állandóan várok. Várok valamire, ami majd beteljesül, és akkor jó lesz. Ez egy hőmérője annak, hogy valahol levettem a tekintetemet az Úrról. Olyan, mint amikor Péter elindult a vizen, hittel, levette a tekintetét Jézusról, és elkezdett süllyedni. Pedig előtte már járt a vizen. Mégis, ahogy a rémisztő viharra tekintett, a körülményekre, azonnal süllyedni kezdett. Pedig, amíg bízott az Istenben, a vihar között járt. Nem lett nagyobb vihar közben, nem változott meg nagyon a körülmény, csak annyit változott meg, hogy nem tekintett Jézusra. Előtte járt a vizen. Mint ahogyan nagyon sokan így indulunk, hogy járunk a vizen, hitáltal merünk lépni, amikor levesszük az Úrról a tekintetünket, jönnek a kiakadások, a rossz hangulat, az, hogy állandóan valami másra várok. És hogyan tudom felismerni, amikor az Úr útját választom, amikor rátekintek. Amikor arra vágyom, az van a szívemben, az álmaimban, hogy az Isten szóljon hozzám. Hogy mit mond nekem? Keresem, várom ezt. Ezt nem lehet csinálni, ez belülről jön. Ez az, amikor rátekintek. Amikor bosszant és kiakasz, de nem mások hibája, hanem a saját bűneim és a hibáim. Akkor szabadulni akarok tőlük. És nem másokat hibáztatok a helyzetemért, hanem én szeretnék változni, megújulni, megerősödni. Áldás lenni másokra, számára. Segíteni, hogy ők is növekedjenek. Ez az Úr útja. Amikor vágyok és megpróbálok Isten kedvére lenni. Amikor érdekel az, hogy mi az, ami Isten előtt kedves. Mivel tudok én is kedves lenni előtte. Hogyan tudok így lenni, és mi a véleménye rólam. Istennek. És aszerint szeretném változtatni az életemet, vagy a gondolkodásom. Mit gondol rólam az Isten? Mi a véleménye? Ez az Úr útja. Egy másik út. Ez az, amit csak akkor tudok járni, amikor odafigyelek rá. Pusztában utat készíteni. A puszta nem egy jó hely, mert nincsenek virágok, nincsen tejjel és mézzel folyó hely, mégis nagyon sokszor pusztában vezet az életünk. És azt mondja, mit készítsetek utat a pusztában. Ha van út, akkor még a puszta is bejárható. És ránk bízja ezt a szolgáltat. Ugye ez volt bemerítő Jánosnak is a szolgálta, Jézus előtt ezt az utat készíteni. Most pedig Jézussal együtt mi is ezt az utat készítjük. A pusztában utat, ahol járhatunk, ahol jár, ami az Úrhoz vezet, amin az Úr is járhat. Ahol Jézus ott van. A pusztában utat készíteni. Olyan feladat, ami ilyen Isten mértékű. Neked és nekem. A pusztában virágokat termelni. Az Istenbe vetett reménységnek a virágait. A szeretet, az öröm, a békesség gyümölcsét. Hogy lehessen aratni a pusztában. Ebben a sivár világban. Ebben a világban, ahol az önzés ennyire erőteljes. Gyümölcsöt aratni. Az Isten áldásával, az Isten lelke által. Mit kiáltsál? Hogy ne a mulandó szépségben bízzál, a mulandó erőben. Mert kérdezd meg idős testvérektől, akik de szeretnének ugyanolyan erősek lenni, mint amik voltak. Ugyanúgy dolgozni, és ugyanúgy hasznosak lenni. De elmúlik az erőnk is. De egy nem változik a mi Istenünk. Az ő szava és az ő igéje. És nem csak az ifjaknak, a véneknek is szükségük van, hogy benne megújuljunk. Hogy lélek által tudjunk szárnyalni. Hogy ugyanazt látjuk majd, de mégis nem rémisztőleg hatlánk, hanem bátorítólag, mert velünk van az Úr. Nem másért, mert velünk van. Mert úgy döntött, ő döntött el, hogy megsegít. Karjára veszt, mint egy bárányt, akinek szüksége van a segítségre. Itt van Istenetek. Legyen ez áldással számunkra. Engedjük, hogy Isten bátorítson bennünket, hogy te is bátorítani tudjál másokat. Amen.
Most majd az úrvacsora közösségben folytatjuk az Isten tiszteletünket. A mi úrunk hívott meg erre az alkalomra bennünket. Még akkor is, hogyha mi döntöttünk. Még ha szokásból jöttünk el, vagy egy meghívásból, ő hívott el bennünket most erre az asztal közösségre. Azáltal, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban eljött közénk, és mindent megtett, hogy nekünk megmenekülésünk, bátorításunk, bűnbocsánatunk legyen. A zsidókhoz írt levél 10. részében, 19. versről ezt olvashatom. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A mi úrunk Jézus Krisztus most is azt mondja, hogy gyere! Jöjj hozzám! Még nem úgy, hogy a mennybe hív bennünket, de arra is. Hiszen egyszer hozzámegyünk. Ez valahol a hitünknek az egyik állomása, a célja is, hogy vele együtt legyünk. Most a lélek által, akkor pedig majd színről színre. Most az úrvacsorában is erre hív. Tegyük le a terheinket. Tegyünk le a bűneinket. Most van rá lehetőség. Ne cipeljük tovább azokat a sérelmeket, azokat a megbántásokat, amelyek ott voltak, ott vannak az életünkben. Miért nem most tegyem le? Mindahogyan nem megoldás az, hogy elbújsz az Úr elől. Nem úrvacsorázok, mert terheim vannak. Nem leszek része a közösségben, mert nem vagyok méltó rá. Senki sem méltó itt ebben a teremben. Senki. Nem azért vehetünk úrvacsorát, mert méltók vagyunk rá, hanem mert az Isten megkegyelmezett. Azért, mert úgy döntött, hogy szeret, annak ellenére, amilyen vagy. Egymáshoz mérhetjük magunkat, mondhatom azt, hogy jobb vagyok a testvéremnél, vagy jobb vagyok a szomszédomnál, de ettől az Isten előtt nem leszek jó. Ő tett tisztává, Jézus Krisztus vére által, az ő áldozata által, az ő segítsége által. Így járulhatunk. Ezért nem lehet, nem szabad elbújni, nem ma szabad arra hivatkozni, hogy én most olyan helyzetben vagyok, hogy ne legyek közösségbe vele. Hát ez ment meg, egyedül a Jézus Krisztussal való közösség. De azt sem tehetem meg, hogy lebecsülöm azt, hogy mit jelent, hogy Jézus hív az ő közösségébe. Ez nem egy egyszerű étel, amelyet elfogyasztunk, hanem arra való emlék, hogy mit tett érted, és mit tett értem Jézus Krisztus. Mindenkinek magának kell önmagát megítélnie. Először, mert akkor nem Istennek kell később megítélni a bennünket. Most van rá lehetőség. Van rá idő arra is, hogy a terheidet, bűneidet letett, vagy akár bocsánatot kérjél valakitől. Erre szeretnénk most egy kis időt szánni, csendesedjünk el. Mindenki imádkozzon magában, gondolja végig a terheit, a bűneit, tegye le az Úr előtt. És ha kell, menj oda a testvéredhez. Beszélj vele, most, hívd ki. Sokkal jobb megtenni ezt, mint hallgatni, és nem venni úrvacsorát, vagy úgy venni úrvacsorát, hogy nem rendezed le. Sokkal jobb. Nem az a ciki a problémás, hogy ezt oda mész közbe, mert tudod, hogy van valami, amit talán el kéne mondani neki, bocsánatot kéne kérni, vagy meg kellene bocsátani, hanem az, ha nem teszed meg. Az egyiket emberek látják, a másikat meg az Isten. De miről is volt szó? Két út van. Vagy az önzés útja, vagy az Úr útja. Az önzés azt mondja, hogy maradjak csöndbe, mert akkor mások nem látják, mert az számít, hogy mit látnak. Az Úr útja azt mondja, hogy az a kérdés, hogy mit lát az Isten. Most csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenki önmagáért, a saját életért tegye le, és a
Végén Majkósa Sándor testvéremet kérem, hogy imádkozzon mindegyikünk nevében is.